Da Vinci Kids percek. Ötletek és praktikák tanároknak a digitális sikerekhez a Da Vinci oktatási csatornával. Legyél te is digitális Da Vinci tanár. Kreatív eszközhasználat tanároknak. Gergő, te magyar és média szakos tanár vagy. Nagyon sok felé tanítasz az ország szerte, sőt, még talán határon túl is. Igaz az az állítás szerinted, hogy minden gyereket úgy kell tanítani, ahogy ő tanulni képes? Valóban nem egyszerű a kérdés egy 20-30 fős osztályban, hiszen ott valóban nehéznek tűnhet a differenciálás, de annak idején egy házassági magazinban olvastam, hogy te sem vagy rendben, én sem vagyok rendben, és ez így van rendben. A gyerekek nagyon különbözőek, főleg ebben a felgyorsult digitális világban, eltérő képességgel, érdeklődési körrel érkeznek. Én azt gondolom, hogy minden nehézség ellenére meg kell próbáljuk differenciálni őket a saját érdeklődési területük, képesség területeik alapján, mert én egyetértek azzal a mondással, hogy lehet a gyereket könyvből tanítani, de minden gyerekhez más könyv kell. Hogyan valósítható meg szerinted a differenciálás, a digitális eszközök, az internet adta lehetőségekkel a tanításban, az oktatásban? Ma már nem az a kérdés, hogy használjuk-e digitális eszközöket vagy sem, hanem az, hogyan használjuk kreatívan ezeket az eszközöket. Számos interaktív eszköz van, amiről a gyerekek nem is tudnak sok esetben, hogy létezik a különböző közösségi oldalakon és zenelettöltőkön túl. Van például olyan, hogy virtuális periódusos rendszert tudunk megnyitni, az ujjunkkal bele tudjuk tenni egy mérőpohárba az elemeket, ezeket keverni tudjuk egyik telefonból átönteni a másikat, és hogyha reakcióképesek az anyagok, akkor a telefon segít levezetni ezt az egyenletet. De nagyon jók a különböző gondolattérképkészítő alkalmazások, a szókártyák, nagyon sokfajta tanulást támogató applikáció van. Én azt gondolom, hogy ezt egy tanárnak használnia kell. Egyrészt azért, mert az iskolában itt van az Z és Alfa generáció, egy olyan digitális generáció, aki természetes kíváncsisággal veszi kezébe ezeket az eszközöket, motiváltak, ugyanakkor nem biztos, hogy mindig megfelelően tudják használni ezek a gyerekek az eszközöket. Másrészt a munkaerőpiaci kihívásokat is, ha nézzük, a 21. századi kompetenciákat, kreativitás, együttműködés, probléma megoldó készség mellett nagyon elvárt tudás, a digitális kompetencia. Az informatika óra önmagában kevés, hogy ezt a készséget fejlesszük a gyerekeknél, viszont különböző tantárgyakba, akár történelemből, magyarból, idegen nyelvből, matematikából beemelhetjük ezeket az eszközöket. Számtalan jó háromdimenziós prezentáció készítő van. Nekem volt olyan diákom, aki soha nem akart órán figyelni, és egyszer én is órára mentem egy különleges prezentációval, és felkiáltott ez a kisfiú, hogy klippert tanul. Jó. Annyira meg lehetett fogni órán, óra végén odajött, hogy tanár úr, tessék elmondani, hogy készített ezt a különleges prezentációt, mert bármi legyen következő órán a téma, én egy kis adást szeretnék tartani. Milyen olyan oktatási alkalmazások vannak, amit szívesen javasolnál a gyerekek számára, akár az iskolában, akár otthon, hogyha szeretnének tapasztalni a természettudományokkal kapcsolatban, vagy csak érdekességet akár az állatvilágból, vagy a művészetekből? Gondolattérképszerkesztő, különböző természettudományos applikációk. Én azért kedvelem a Da Vinci applikációt, mert különféle tartalmak érhetőek el. Legutóbb, amikor pont böngészgettem, vettem észre a Művészetek születése, története nevű kis történetet, és én azt gondoltam, hogy 9-ben, amikor tanítom a művészetek eredetét, például biztos, hogy beviszem órára, vagy ajánlom a gyerekeknek, mert tényleg annyira életszerűen, nagyon jó vizuális tartalmakkal, nagyon közérthetően az életkori sajátosságok megfelelően mutat be egy tananyagot, ráadásul ez mégis valahogyan kapcsolódik a legtöbbször a 21. századhoz, a Z és Alfák gondolatvilágához, lelkivilágához, szóval így digitális kultúra azonos ez az applikáció például. Igaz, hogy nálad lehet úgy is felelni akár magyar órán mondjuk egy csokonai versből, hogy valaki nem megtanulja a verset, hanem adott esetben a vers hatására az érzelmeit megfesti, vagy szófelhőt készít belőle. Ezt is tudod értékelni? El tudod fogadni? Ha megnézzük, valószínűleg a legtöbb költő nem azért írta meg a versét, hogy ezt elvárja az emberektől, hogy olvassák. Azt elvárja, hogy olvassák, de hogy tanulják meg szó szerint. Én is, amikor verseket írtam, nem az volt bennem a vágy, hogy majd ezt valaki szó szerint felmondja. Sokkal inkább fontosabb azt gondolom, hogy a gyerekek találkozzanak ezekkel a művekkel, interaktív kapcsolatba lépjenek. Amikor azt a feladatot adom neki, hogy te nagyon szeretsz gépezni, készíts egy szófelhőt, vagy egy infografikát, vagy fesd le, hogy hogyan érted meg ezt a verset, vagy így áll róla a pszichológiai profilelemzés, hogyha pszichológus akarsz lenni, akkor sokkal nyitottabb lesz a gyerek az iránt, hogy elolvassa a verset, és tényleg ennek
a mély üzenetén elgondolkozzon. A különféle tevékenykedtető feladatok arra is jó, hogy ezek után a gyerekeknek digitális okleveleket készíthetünk, hogy ki miben volt ügyes, te voltál a legjobb infografika készítő, te készítetted a legjobb szófelhőt, te írtad a legjobb pszichológiai profilelemzést a versről, és azt gondolom, hogy ezekkel lényegében a gyerekeknek a szeretet nyelvét is könnyebben elérjük, és így egy ilyen örömszerző csodahely lehet számukra az iskola, nem valami börtön, hogyha kapnak egy-egy személyes visszajelzést is. Telekom. Komolyan vesszük a digitális felelősségünket.